Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Kalocsa Televízió híradóját látják 2016. november 16-án este 7:30-tól. Téli felkészülés a vízügynél eredményes évet tudhat maga mögött a kalocsai szakaszmérnökség. Szívet melengető mese, teltházas volt a padlás Kalocsán is. Folytatódik a könyvtár sorozata, Apa és fia a kincses ládában. Javában tart a téli felkészülés az Alsó-Duna-völgyi vízügyi igazgatóság kalocsai szakaszmérnökségének illetékességi területén. A munkálatokat nagyban segíti, hogy az idei évben jelentős mértékben kibővült az intézmény eszközparkja. Itt a hideg, közeleg a tél, amelyre már a kalocsai szakaszmérnökség térségében is készülnek a szakemberek, jelenleg ugyanis a belvízvédelmi csatornarendszereken a téli üzemi vízszintekre állnak át. Ez azt jelenti, hogy viszonylag alacsonyabb tartományokban üzemeltetjük a vizeket azért, hogy egy csapadékosabb, komolyabb havazási tevékenységgel kísért időjárás jön, akkor gyakorlatilag ezek a medrek az érkező vizeket fogadni tudják. A Duna esetében komolyabb beavatkozás a kalocsai szakaszmérnökségi szinten nincsen szükség. A jégvédekezési feladatokat egy másik egység végzi, de gyakorlatilag ezzel sem gondolom, hogy probléma lehet. Az illetékességi területen egész évben nagyon aktív munka zajlott. Számos csatornaszakaszt meg tudtak tisztítani az új gépeknek köszönhetően. Nagy örömünkre szolgál az, hogy modern fenntartó gépeket kapott a szakaszmérnökség, tehát a gépparkunk az jelentős mértékben megújult. Egy hosszú gémes láztalpas járószerkezetű kotrógéppel gazdagodtunk, illetőleg két komolyabb mezőgazdasági vontatóval, illetőleg egy speciális hínárvágó géppel tudjuk már az előző gépparkunkkal kiegészítve végezni a feladatainkat, illetőleg hát folytatódik a közmunkaprogram a szakaszmérnökség életében, ami gyakorlatilag a kézi fenntartási munkáknak a lehetőségét bővíti. Az előbbieken túl két új terepjáró személygépkocsit is kapott a kalocsai szakaszmérnökség, amely szintén segíti a téli felkészülés munkálatait. Leginkább arra készülünk föl, hogy egy árvízvédekezés esetében a töltés használható legyen, közlekedni lehessen rajta, illetőleg azok a létesítmények, amelyek a védelmi biztonságot szolgálják, azok megfelelően működjenek. A belvizes csatornákon a zsilipek mozgathatóságát, üzemelőségét, beállítását végezzük el, illetőleg azokat a téli felkészítő munkákat, amik a gépeken, illetőleg az eszközökön szükségesek. Hatalmas sikerrel mutatta be a Pannon Várszínház Kalocsán is. Presser Gábor, Stevanovic Dusán és Horváth Péter félig mese, félig musical darabját, a padlást. ...1988. januárjában mutatta be először a Víg Színház a mostanra már legendássá vált előadást, a padlást. A bemutató óta eltelt több mint 25 évben több generáció nőtt fel a szívet melengető mesén. Ezt láthatta most a kalocsai közönség a Pannon Várszínház előadásában. A társulat már harmadszor lépett fel a kalocsai színházban. Most, ha azt mondanám, hogy izgulok, nem mondanék igazat, mert már elég sokat szorra játsszuk. Tehát nekem ez már nem olyan izgalom, inkább mindig azt várom, hogy ez a közönség milyen hamar jön velünk, melyik poén után tudjuk őt magunkkal vinni. Viszont a kalocsai bemutatónak most van egy nagy izgalma, az egyik főszerepet, a Süni nevezetű kislányt, egy teljesen új kislány játssza, akinek ez premier most itt Kalocsán. A Mamókát alakító Orabec Edit már a kezdetektől 2001 óta tagja a Veszprémi Társulatnak, és mint elmondta, annak idején egy másik színházban még a kölyök szerepét kapta. A Pannon Várszínház több mint 10 éve mutatja be a padlást, mindig hatalmas sikerrel. Nagyon sok fiatal volt akkor, amikor ezt elkezdtük játszani, és nagyon illett mindenkire a szerep. A pár idősebbet pedig olyan idősebb színészek játszották, akiknek humoruk van, mert ehhez kell humor. Nagyon sok humor van a darabban, és a fiataloknak meg nagyon jól kell tudni énekelni. Ezt meg is tapasztalhatta a kalocsai közönség is, hiszen az előadás remek volt. A színészek játéka szinte elvarázsolta a nézőket, így természetesen volt vastaps is a végén. Apa és fia címmel tovább folytatódott a kalocsai könyvtár kincsesláda sorozata. Most Vén Ferenc a népművészet mestere és ifjú Vén Ferenc néptáncos munkássága volt a téma.
A kamaraterem adott helyet a programnak, ismerősök, egykori tanítványok, barátok és családtagok gyűltek össze, hogy együtt elevenítsék fel Vén Ferenc néptáncos, a népművészet mestere életét, munkásságát. Mindenhez segítséget nyújtottak gyermekei, akiket Tamás László, a könyvtár igazgatója kért fel az előadásra. Apánknak az életútját próbáltuk bemutatni, és itt inkább fókuszálni próbáltunk a magánéletére, mert úgy gondoltuk, hogy a táncos Vén Ferkó bácsit, azt ismerték a kalocsaiak, ismerték a táncos kollégái, de inkább azt, hogy milyen volt ő a magánéletben. Így kerültek elő a családi fotók a nagyszülőkről, a szülőkről. Vén Ferenc Öregcsertőn született 1920-ban, édesapja zenész volt, így már otthon magába szívta a zene és a néptánc iránti szeretetét. És mivel annak idején a fiataloknak nem volt sok lehetőségük a szórakozásra, így búcsúkor különböző bálokon ropták. Itt kezdődött el minden, amit örökségül a fia Vén Ferenc vitt tovább. A tánc, a zene, az is a fő gond most is, mint ahogy eddig is, és hát ő vele szerettem járni, táncolni, de mondjuk annyi volt a különbség közöttünk, hogy ő ezt nagyon profinűzte, én meg messze vagyok attól, hogy hát ő hozzá, de az a szeretet, amit őtőle átvettem, az mind a táncol, meg a zenébe megmutatkozott, meg is csináltuk. Az emlékezés során szóba kerültek az édesapa jellegzetes szavajárásai is. Az utolsó éveiben nagyon sokszor ide a szálloda sarkára kiült, és akkor mondta, hogy mikor hazajött, hogy ismerőssel találkozott, beszélgetett, kérdeztem, hogy ki volt, és hát mondta, hogy mit tudom, én nem tudom. Ismerős volt, de meg nem mondom, hogy ki volt, de ő biztos ismert engem, mert Ferkó bácsinak szólított. Az előadás másik felében a fiú, Vén Ferenc néptáncos életéről is hallhatott a közönség, és nem maradhatott ki a muzsika, illetve a tánc sem, így egy rögtönzött műsorral is megörvendeztették a közönséget. Imár negyedik alkalommal adott helyet városunk a Solti Országos Ifjúsági Mazsorett Fesztiválnak. Most 15 csoport mutatkozott be, akiket korosztályok szerint zsűriztek. Alig lehetett elférni szombat délután a városi sportcsarnok lelátóin, hiszen Kalocsán immár negyedik alkalommal gyűltek össze az ország különböző pontjairól a fiatalok, hogy bemutassák tudásukat. Erre a napra több száz táncos húzta fel a mazsorett ruháját és felkészülten állt a közönség elé. A Solti Mazsorett csoport több mint 10 éve jár fesztiválokra, és 4 éve döntött úgy, hogy ezt viszonozva visszahívja a vendéglátó települések csapatait egy országos találkozó keretében. Ez történt a hétvégén ismét városunkban. 15 csoport van, Debrecenből, Vácról, Törökbálintról, Pétfürdő, Kiskörös és Solt. A fellépőket a szakmai zsűri értékelte. A zsűrinek szabályrendszere van, illetve az alapján zsűrizik. Mindenki kap valamilyen oklevelet, van sima oklevél, bronz, ezüst, arany, és a legjobb a kiemelt aranyoklevelet kapnak. A fesztivál nem csak egy remek lehetőség volt arra, hogy a csapatok szakmai elismerést szerezzenek, hanem hasznos volt a többiekkel való találkozás, a versenyszellem, mely nagyban hozzájárult most is a szakmai fejlődésükhöz. Színes, változatos és hagyományos módon előállított termékekkel találkoztunk nemrégiben a Bátyai Savanyító üzemben, ahol az aktuális munkafolyamatokról beszélgettünk a cég ügyvezetőjével, Harangozó Gáborral. Látványnak sem utolsó árukínálat fogadta stábunkat abban a Bátyai Savanyító üzemben, ahol hagyományos módon is ízvilággal készülnek a különböző finomságok. Mivel az alapanyagok 80%-át a tulajdonosok maguk termesztik meg, 20%-át pedig helyi termelőktől vásárolják fel, a termékek előállítása során nagy gondot fordítanak a szezonális zöldségek, gyümölcsök megfelelő időben történő felhasználására. Meglepetésünkre ott jártunkkor épp a csemege céklafeldolgozása zajlott.
Ennek egy triviális oka van. Sokan azért nem szeretik a céglát, mert azt mondják, hogy olyan büdös, olyan pince ízű, és ez sajnos megérződik a savanyúságban. A céglát talán egy hete kettő szedtük föl, és így a tárolás közben nem érződik az a dohos szaga, mi így rakjuk el frissen. Az itt készült cékla, mint megtudtuk, a dunsztolást követően szinte azonnal fogyasztható, ugyanis a háziasszonyokhoz hasonlóan itt az üzemben is előfőzik. Azok a termékeink, amik nyersen kerülnek az üvegbe, azok általában egy-két hét után érnek úgy össze, hogy mind ízben, mind textúrában megfelelőek a fogyasztásra. A hőkezelésnek köszönhetően pedig az itt előállított termékek hosszú időn át megőrzik eltarthatóságukat és fogyaszthatóságukat. Ami miatt mi két évet adunk rájuk, mint szavatossági idő, az az, hogy ilyenkor már a színük egy picit megfakul, állaguk egy kicsit a puhább felé hajlik, viszont ez a fogyaszthatóságára befolyással igazából nincs. Ennek köszönhetően a zöldségek, gyümölcsök beltartalmi értéke tehát nem változik. Így kiváló és természetes vitaminforrást jelentenek például a most következő téli időszakban is. A hagyományokhoz híven az idei évben is ünnepi műsorral köszöntötték a város óvodáinak és bölcsödéinek nyugdíjas korú egykori dolgozóit, tisztelegve ezzel a hosszú éveken át tartó, kitartó és példaértékű nevelő munkájuk előtt. Tulajdonképpen már hagyománnyá vált Kalocsán, hogy az idősek hónapjához kapcsolódva évről évre köszöntik a város óvodáinak és bölcsödéjének nyugdíjas korú egykori dolgozóit is. Minden évben ilyenkor novemberben vagy októberben meghívjuk azokat a dolgozókat, akik Kalocsa város óvodáiban és bölcsödéjében dolgoztak, és most már a nyugdíjas éveiket töltik. És hát számunkra nagyon fontos, hogy tudjunk velük találkozni, hiszen ők adták át a stafétabotot nekünk, tőlük tanultuk a hivatásunkat, a mesterségünket, és nagyon szép éveket töltöttünk együtt, és úgy gondoljuk, hogy ennyit megérdemelnek azok is, akik a város gyerekeiért, ifjúságának a neveléséért dolgoztak, illetve velünk is sokat bajlottak, hiszen itt ülnek a sorokba azok is, akik minket tanítottak. Ez az alkalom a közös ünneplés mellett lehetőséget ad arra is, hogy találkozzanak és kötetlenül beszélgessenek egymással az egykori kollégák. Személyes dolgokról is szó esik, hiszen annyi órát, időt együtt töltöttünk, hogy azért ismerjük egymás családját is. Tehát egy ilyen közvetlenebb, kötetlenebb beszélgetésbe most már nem csak a szakmáról, hanem egyáltalán az egészségi állapotról, a családokról, hogy ki mivel tölti a napjait, milyen tervei vannak még, és felidézzük a régi szép időket. A keddi ünnepség így tehát igazán kellemes, meghitt hangulatban telt. A műsorban Kinyóné Lakatos Melinda köszöntőjét követően a város óvodásai is felléptek rövid versekkel, mondókákkal és dalokkal. Múlik az idő, összejár, de fénylik még a napsugár. Aranyat szór és meleget, örüljenek az öregek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Addig is kövessék nyomon Facebook oldalunkat és weblapunkat a www.kalocsatv.hu-t, ahol akár teljes adásainkat is visszanézhetik. Szép estét kívánok, viszontlátásra!